mai adást az Inspibox támogatta. Inspibox. Élményekkel tele. Sziasztok, nagy szeretettel köszöntelek titeket a 86. Inspileckében, ez a 13. hetünk. Nagyon-nagyon sok alkotás van mögöttünk, remélem, hogy még ezen az utolsó pár napon is majd velem tartotok. Ma szerda van, még csütörtökön, pénteken fogunk rendesen alkotni, hétfőn pedig 3 órakor egy közös ilyen évadzáró lesz, úgyhogy akkor is majd feltétlenül tartsatok velem. Ja, és majdnem kértem az élményfestést. Szombaton élményfestés lesz, igen, ígértem, hogy ma felkerülnek a választható képek, ugye most az én festményeimből lehet majd válogatni, és még nem kerültek föl, de ezután, az adás után mindenképpen föltöltöm, úgyhogy majd nézzétek meg és szavazzatok a kedvencetekre. Hogyha itt vagytok, láttok és velem alkotok, akkor szokás szerint nagyon várom a köszönéseteket, a keresztneveteket. Úgyhogy sziasztok, én Anita vagyok, és kíváncsi vagyok, hogy kivel fogok ma alkotni. Van egy nagyon kedves kemény mag, remélem, hogy ma is itt vagytok, de bárki, aki akár először van itt, neked is nagyon-nagyon örülök, írd meg a keresztnevedet, lássam, hogy mi kikkel fogok együtt alkotni. Ahogy ezt megszokhattátok, 3 inspiráció lesz, ez már több, mint a 300. alkotás. Még mindig nem számoltam ki, hogy hány alkotás volt, de majd megteszem. És mára hoztam egy különleges virágfestést, vagy rajzolást, bármelyik módon meg lehet készíteni. Hoztam egy ilyen dinnyés, vagy citromos kis könyvjelző hajtogatást és festést, úgyhogy azt fogunk másodikra hajtogatni, harmadikra pedig egy különleges festési technikát hoztam, és akkor ezt is majd meglátjátok. Ugye várom folyamatosan az alkotásaitokat, és nagyon-nagyon örülök neki, hogyha küldtök. Hú, milyen különleges ilyen selyemfényű borítékban küldte Emma bőszínfáról a világ legnagyobb, lassan már a világ legnagyobb alkotásához gyűjthetnénk az inspirációkat, de most egyelőre még csak Magyarország legnagyobb alkotásához gyűjtöm. Ha nem tudod, mi ez, akkor a csorbanita.hu oldalon nézd meg az ingyenesen letölthető részleget, ott a puzzle-t töltsd le, és színezd ki, küld vissza, és a leírásban megtalálod. De gyönyörű lett ez az alkotás, Emma, gratulálok hozzá, és nagyon szépen köszönöm. Na, hogyha minden rendben van, meg is nézem, itt vagyunk, jó sokan vagyunk, szuper, ha minden rendben van, akkor neki is vágunk az első alkotásnak. Lili van itt, Tünde, Kata, Kitty, Blanka, és másik Lili is, nagyon örülök, hogy itt vagytok. És akkor csapjunk is bele, azon gondolkozom, hogy melyik legyen az első. Lehet, hogy először akkor inkább a könyvjelzőt készítjük, Mert utána megfestékes lesz a kezünk, és akkor egyszerűbb. A könyvjelzőhöz vegyetek elő egy ennél vékonyabb papírt, hogyha dinnyét készítetek, vagy lime-ot, akkor inkább zöldesből, hogyha nem tudjátok még, akkor fehérből, ha pedig citromot szeretnétek, vagy epret, akkor pedig sárgából, illetve per pirosból. Nem kell ez a nagyon nagy A4-es lap, hanem bőven elég a felének a fele, azaz az A5-ösnek a fele, ami az A6-os. Úgyhogy először félbehajtom, kettévágom, megint félbehajtom, megint kettévágom. Igazából egy random négyzet alakú lap is tök jó lesz. Én azért gondoltam, hogy ilyen szabályos, vagy így szabvány méretből készítem el, hogy lássátok, hogy mekkora lesz a végeredmény. Mivel négyzetes lapunk kell, ezért az A6-os lapból még négyzetet faragok. Ezt úgy tudom megtenni, az egyik csücskét behajtom, hogy egy ilyen háromszöget alkosan is levágom a maradékot. És akkor már az első hajtást egyébként el is végeztük közben. Szóval az első hajtás, ha négyzetes papírlapból indulsz, hogy hajtsd félbe úgy, hogy a négyzet átlója mentén is egy ilyen háromszöget kapjál, hogyha félbehajtottad. A következő hajtás, hogy fölfelé tartod a háromszöget, és lehajtod csak az egyik oldal felső csücskét a háromszög talpához. Nézzétek csak, így, tehát föntről csak az első oldal csücskét hajtsátok le ide a háromszög talpához. Ha ezzel megvagytok, akkor mind a két csücsköt föl kell hajtani
a háromszög tetejéhez. Tehát lehajtottuk az egyik csücsköt, és először az egyiket hajtjuk föl ide a tetejéhez, majd a másikat. Na és ugye ezzel is megvagytok, és fölhajtottátok, akkor innen indultunk, ugye le, föl, egyik, föl, másik. Itt szeretnék ebbe a kis zsebbe majd behajtogatni szeretném ezt a két kis fület. Viszont ahhoz érdemes először egy hajtóélt csinálni, hogy könnyebben becsúszson. Úgyhogy itt lehajtom szépen ezzel az éllel párhuzamosan mind a két fület, de csak a hajtóél véget. Így, és most pedig szépen beledugom a zsebbe ezeket a kis háromszögeket. Így, és mivel ott ugye megcsináltuk ezt a hajtóért, szépen szabályosan belecsúszik. És így már ki is alakult ez a kis zseb, ami tulajdonképpen egy könnyezőként szolgál, hiszen hogyha bármelyik oldalra fölteszitek így, akkor szépen belesimul a könyvbe, és jelzi, hogy hogy van. És hogy hogyan lesz ebből dinnye, meg lám, meg citrom, hát nagyon egyszerű. Először is kerekítsétek le ezt a kis négyzetet, dinnye alakúra, így már azért sejtitek szerintem. A következő lépés, hogy piros festékkel, vagy filccel, amelyik jobban tetszik, szépen rajzoljátok meg a dinnyének a közepét. Hát én is nekem van egy ilyen gyönyörű metál pirosom, úgyhogy ezzel fogom kifesteni. Nem festem ki az egészet, mert ugye a zöldet meghagyom a dinnye héjának, úgyhogy szépen csak annyit, amennyit úgy érzem, hogy szeret, ezért elég vastag héjat hagyok neki. Most fogom a sötétebb zölddel kiszínezni a dinnyének a héját, és a világos zöld az igazából tökéletes lesz az átmenetre. A dinnyének kívül ugye sötét zöld a héja, de ahogy megyünk a hús felé, világosodik, úgyhogy tökéletesen látszik is a dinnye, és nincs más még hátra, mint a magokat majd rá festeni, vagy rajzolni, ez is lehet tetszés szerint, attól függ, hogy éppen mi van késznél, vagy hogyan szeretnétek megjeleníteni. Mondjuk én most rárajzolom, mert meg is száradt a metálfestékem, rárajzolom a magukat, és el is készültem ezzel a kis dinnyés könyvjelzővel. Ha pedig citromot szeretnétek, akkor ilyen kis gerezdeket kell belevágni sárga színből, ha lime-ot, akkor ugyanez a feladat. Készítsétek el a saját nyári dinnyés, vagy valamilyen másik gyümölcsös könyvjelzőtöket. Megnézem, hogy van-e kérdés, mert ugye ez egy interaktív adás, lehet kérdezni. Lili azt írja, hogy már készített ilyet. Azt nézem még, hogy... Kamilla azt kérdezi, hogy mikor készítem el Magyarország legnagyobb alkotását. Én nagyon remélem, hogy ősszel erre sor kerül, talán itt az Inspirációk élménystúdióban egy nagyon jó buli lenne, már 20, szerintem egy 20 négyzetméter körül, amit szeretnék. Nem tudom most mekkora egyébként, ami van, ki kéne számolni, de lehet, hogy itt megkérek valakit, hogy számolja ki, hogyha van mondjuk 1000 darabom, lassan már lesz 1000 darab ilyen 20x20-as puzzle, akkor az mekkora négyzetmétert foglal el. Esetleg segítesz kiszámolni? 1000 darab puzzle, 20x20 cm, mindegyik, hogy hány négyzetméter lesz belőle, mindjárt kiszámoljuk. Úgyhogy az a cél, hogy valamikor ősszel megcsináljuk majd. Ádám kérdezi, hogy tegnap feladta a levelet, mára megérkezhetett, hát nem valószínű. Ráadásul, ha a postafiók címre küldted, akkor ezt egy kicsit ritkábban ürítjük, de biztosan meg fog érkezni, és majd látni fogom, és válaszolni is fogom. Azt kérdezi, hogy mindegy, lehet-e kiszínezni filztollal? Persze, hogy lehet zsírkrétával, filztollal, ceruzával, bármennyit lehet. És a száj négyzetméter? Még egy kis fejszámolás.
Az nem lehet, vagy 40 négyzetméter, ugye valószínűleg. Ez valószínűleg nem így van. És nem is 4, akkor valószínűleg 40. Ez már 40 négyzetméter lenne, akkor itt már elfoglalja az egyik rendezvényteret. De jó. Hát ugye 20 volt 21, akkor ugye az... Jó, hogyha kiszámoltad, akkor majd mondd el, jó? Köszönöm szépen. Most pedig rajzoljuk a virágot, az a következő inspiráció. A virág is, meg a harmadik inspiráció is egy izgalmas festési technika lesz, amit megosztok veletek. Egy színes papírra dolgozom, de lehet fehér papírra is dolgozni, és pöttyöket fogok úgy elhelyezni, hogy így két oldalra, tehát mintha egy ilyen szimmetria tengelyt húznék így a papíron, és egyformán mindkét oldalra elhelyezek kis festékpöttyöket. Lehet úgy variálni, hogy egy kicsit ilyen pasztelesebb pötty, meg egy kicsit intenzívebb színárnyalat, akkor talán jobban kijön majd a minta, de ez teljesen rátok van bízva. Lehet egy színt egyszer használni, vagy többször is. Ez is teljesen egyedi. Mondjuk ezt a lilát én többször használom. Már hogyha még van benne annyi. Igen, még volt benne annyi. Használok még, ezt nem, egy ilyen halvány sárgát is. 40 négyzetméter. És igen, köszönöm szépen. Tehát, hogyha 1000 darabom összegyűl, egyébként amikor legutoljára számoltuk, de ez már azért régebben volt, akkor volt 700 valamennyi, és ez szerintem még a karantén előtt volt, úgyhogy azóta meg rengeteget küldtetek, majd újra fogom számolni, és akkor megnézzük, hogy az már mennyi lenne, de ez már nagyon jó. 40 négyzetméter, az már egy 6x6-os négyzet. Tehát, hogy 6 méter széles és 6 méter hosszú, az 36, 6x az 36. Tehát ez majdnem 6, kicsivel több, mint 6x6-os négyzet. Az már jó, hogy a 6x6-os szoba, az egy nappali, átlagos nappali, vagy egy inkább egy picit nagyobb nappali is. Egy osztályterem mondjuk az egy 6x10 méter körülbelül, tehát lassan egy osztálytermet meg lehet tölteni a rajzaitokkal és az alkotásaitokkal. Na még egy utolsó pötty legyen. Mindjárt mutatom, hogy hogyan állok. Még legyen egy kis fehér. Jó. És mutatom, hogy hogyan állok, tehát ebből fogunk egy virágot készíteni, felsorakoztattam a festékeket, és most jön a varázslat. Jaj, legyen még egy zöld, hogy teljesen egybe meg tudjam festeni. Egy nagyobb zöld pöttyöt kicsit lejjebb is pöttyincsetek. Nem tartom nagyon sokáig föl, mert elfolyik. És akkor most ezekkel a festékekkel tulajdonképpen U alakokat kell húzni. Egyik. Második. Harmadik. Kimegyek a szélére, mert ott van még ilyen világos sárgám, és nem akarom, hogy összemosódjon az egész a sötét lilával. Először a világos színeket érdemes összehúzni, és akkor nem fogja annyira besötétíteni az egészet a sötétebb szín. Így né, most elkészültem ezzel a feje lefelé fordított szivárványnak is nevezhetném, és szépen lehúzom a nagy festékpöttyöt egészen a papír aljáig, és utána két kis levelet is formázok neki. Igazából az ujjatokkal is meg lehetne ezt csinálni, most nem az ujjammal készítettem, de azzal is tök jól néz neki. És még hiányzik róla valami, mégpedig a kis virágnak a bibéje, úgyhogy azt is még berajzolunk ide középre egy párat, és ha már rajzolunk kontúrt, akkor a leveleknek is rajzoljunk kis kontúrt, hogy legyen teljes a kép.
Na, és el is készültünk a virágzó alkotásunkkal. Így néz ki ezzel a különleges festési technikával készített virág. Remélem, hogy tetszik nektek, és elkészítitek. Tudjátok, ha bármit elkészítetek, akkor töltsétek ide föl, illetve használjátok a Merjokotni hashtaget Instagramon, és kukacoljatok be Csorba Anita, a felhasználó nevem. Jelen vagyok Instagramon és TikTokon is, úgyhogy ott is keressetek meg, és kövessétek be az oldalamat. Na, térjünk is át a harmadik inspirációra, ami... Mondtam, hogy egy különleges, ehhez hasonló festési technika lesz, és nem véletlenül nem ezzel kezdtem, és ezt hagytam utoljára, ugyanis itt már tényleg az ujjammal fogok festeni. Illetve nem feltétlenül az ujjammal, kettőféle módon mutatom meg. Festünk az ujjunkkal is, és festünk egy kis kartonlappal is, és akkor legalább összetudjátok hasonlítani, hogy mi lesz a különbség a két festési technika között. Na hát akkor keressünk ennek egy megfelelő alaplapot. Valamilyen fehér vagy színes papírt választatok. Én is itt keresgélek. Hát itt van egy papírlap, ez akkor jó lesz. Sima fehér papírlap. Na, megnézzünk közben, hogy van-e kérdés. Azt kérdezi Blanka, hogy igen, hogy ez az adás már nem feltétlenül csak kicsiknek szól. Igen, egy olyan, jól feltűnt egy olyan két hete. Úgy éreztem, hogy igazából na, gyakorlatilag ugyanazok, vagyis ti mind a kettő adásra jöttetek, és nagyjából éreztem, hogy nem annyira kisebbek vagytok, szóval nem annyira óvodások vagy alsósok, hanem inkább már majdnem felsőbe menők vagy felsősök, és ezért úgy döntöttem, hogy picit így hanyagolom ezt a kicsiknek nagyoknak szétválasztást, hanem olyanokat próbálok mutatni, ami mindenkinek jó, de inkább a nagyoknak kedvez, úgyhogy igen, jól tűnt föl. Gyakorlatilag olyan csomó alkotás olyan, hogy nyilván egy óvodás is el tudja készíteni, de egy iskolás is, csak annál kidolgozottabb lesz a végeredmény, mert egy csomó tudatos döntés van benne az iskolásnál, az óvodásnál meg nem feltétlen, lehet, hogy csak ilyen festeget, meg érzésből rajzolgat, tehát sokkal több érzésbeli rajz van a munkában. Na, a következő papírlapon, akkor meg fogjuk nézni, hogy milyen az, hogyha újjal festünk, és milyen az, hogyha kártyával, milyen a különbség a kettő technika között. Ugyanúgy pöttyöket nyomjatok a papírlapra, teljesen random a minden felé. Annyi a kivétel, hogy most ennél a technikánál érdemes a papír felső felét használni, ugyanis lefelé fogjuk majd húzni a festékeket. Tehát gyakorlatilag a felső részen belül bárhova tudtok pöttyöket nyomni, ez teljesen rátok van bízva. Amire még érdemes figyelni, hogy egymás alá ne essenek annyira a pöttyök. Tehát, hogyha egy elképzeled, hogy majd lefelé húzzuk a pöttyöket, kártyával, illetve a kezünkkel, akkor, hát ez döntés kérdése, én most úgy csinálom, hogy egyféle színű csíkot képezzenek majd. Ha szeretnéd, hogy keveredjenek a színek, persze, akkor meg pont jó, hogyha egymás alá teszitek, viszont pont ez a döntés lényege, hogy döntsd el, hogyha egyszínű csíkokat szeretnél majd látni, akkor ne tegyél egymás alá pöttyöket, ha pedig különböző keveredéseket, akkor pedig nyugodtan tegyél egymás alá pöttyöket. Gyönyörűek ezek a színek, nagyon-nagyon szép színeket sikerült kiválogatnom. Mutatom, ilyen pasztel színben készítem. És akkor most nincs más hátra, mint készítünk magunknak egy lehúzó kártyát. Lehúzó kártyát lehet készíteni. Az egyik élményfestésben ilyen kiürült tetrapakból, tehát egy üdítős dobozból készítettem, az egyébként zseniális jó kis spatula, mert hogy ugye be van vonva, vízálló, megfelelően rugalmas is, újrahasznosítás, nem is szívja be a festéket, mert ezzel a bevonat miatt, úgyhogy ezt nagyon-nagyon javaslom, hogyha kiürült egy ilyen kis tetrapakos üdítős doboz, akkor azzal tudtok ilyen lehúzós technikát kipróbálni, de egyébként egy ilyen kis maradék kartonnal is meg lehet próbálni.
Vágjátok olyan szélesre a kartont, amilyenre szeretnétek. Én arra gondoltam, hogy a közepén fogom újjal lehúzni, és a két szélén pedig a kartonnal, és akkor össze tudjuk hasonlítani, hogy mi a különbség a kettő munka között. Na, akkor ide a legtetejére teszem a lehúzólapomat, és egy határozott mozdulattal egészen addig húzom a papíron a festéket, amíg tart. Húzhattam volna még tovább is. De szépek ezek a színek. Itt el lehet dönteni, hogy visszadolgozzátok-e a maradékot, vagy így hagyjátok. Nagyon különböző képen néz ki. Nagyon jól néz ki. Na, mutatom. Ilyen gyönyörű, átlátszó szivárvány lett. A maradék is milyen jól néz ki, avval is lehetne valamit kezdeni. Na jó, ezt mindjárt megnézzük. Akkor a másik oldalon is lehúzom. Úgy a maradékból karikát fogok erre a papírra rajzolni. Fogom a spatulát és körbeforgatom. És egy pöttyöt. És még bőven elég erre is. Azt a... De jó. Ilyen lett a körbeforgatás. Látszik már, hogy azért a karton az nem bírja nagyon sokáig. Egy picit látjátok, hogy megolvadt. De a lehúzás eredménye magáért beszél, gyönyörűséges, gyönyörűséges. A maradékot még ide húzom. És akkor most jön az újabb lehúzás, itt színenként megyek, először a lilát, egy másik újjal a kéket, egy harmadik ujjammal a citromsárgát, és egy negyedik ujjammal pedig a napsárgát húzom le, és látszik, nagyon-nagyon látszik ám a különbség. Nézzétek meg a szélén, ugye spatulával húztam le, és sokkal átlátszóbb, éteribb lett, ilyen finomabb, mert hogy jobban eloszlatta a spatula a festéket, a fölösleget fölvette. Az ujjam nem vette fel annyira a fölösleget, hanem az csak lecsúszott a papíron, ráadásul az egyes sávok nem is mosódtak össze, tehát még itt a szélén ilyen összefüggő tömb van, itt középen érezhető, hogy egy-egy vonal az önállóan lett kialakítva. Ezzel lehet mindenféle hátteret, alapot készíteni ezzel a technikával, utána akár rá tudtok vágni mondjuk egy szívecske sziluettet, vagy a kezdőbetűtöket. Mindegy. Szóval a monogramotokat, maradjunk akkor annyiban, most ezt meg is mutatom, hogy akár ezt is rá tudjátok ragasztani, és akkor már egy kész kép. Tehát ez egy tulajdonképpen egy ilyen alap, amiben gondolkozhattok, hogyha valami különleges hátteret szeretnétek, és ezt lehet létrehozni ilyen módon. Meg is mutatom. Így néz ki, hogyha egy betűt ráragasztatok. Na hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik volt a három inspirációból, ami a legjobban tetszett. A különleges virágfestés, ez a ujjal és spatulával festett háttér, vagy pedig a dinnyés, vagyis ilyen nyári, vidám, könyvelző. Írjátok meg nekem, hogy melyik volt a kedvencetek, és hamarosan találkozunk a három órás inspi leckében is. Az is a 86. lesz, de az a 3 órás. Úgyhogy tartsatok velem akkor is, ha tetszett a videó, ne felejtsetek el dobni egy lájkot rá, és iratkozzatok föl csatornámra, hogy legközelebb is találkozhassunk. Sziasztok, szép kreatív napot!